Van egy kolléganőnk, Szabó Gabi, aki már itt ül a stúdióban, ahogyan sokan mondják a szakmában, Mici a sajtós, aki 2017-ben médiatíjat kapott 25 éves szakmai pályafutásáért ebben a szakmában. És csak utána merte elmondani a kollégáknak, médiában, szövegekkel dolgozván negyedszázadon keresztül, hogy full diszlexiás. Full diszlexiás, igen. Sziasztok. Szervusz, jó reggelt, és hadd mutassam be a melletted ülő vendéget is, Csaba Erikát, a Diszlexia Központ vezetőjét, akivel elkezdtetek ezután a coming out után együtt dolgozni. Hát igen, tehát az az igazság, hogy ezt az ember nagyon sokáig szégyeli. Egészen addig, ameddig ezt megteheti. És csak akkor, nem mindegy, mit dolgozol, mert lehet, hogy villamos vezetőként könnyebb hát azt titkolni, mint sajtómunkásként. Pont ezért titkoltam, mert hát ezért ez tényleg cikk, és az ember nem meri felvállalni, és nem meri elmondani. De aztán jön az a pont, amikor egyszer csak elkezded azt érezni, hogy tulajdonképpen neked ezzel dolgod van. Tehát, hogyha kaptál egy olyan feladatot valamiért, hogy te nem tudsz megoldani egy bizonyos ügyet, például a nyelvtanulással problémáid vannak, és abból adódóan kiderül 3-4 évvel ezelőtt, hogy te tulajdonképpen azért küzdesz ezzel, mert full diszlexiás vagy, és soha nem fogod tudni megoldani ezt a helyzetet, akkor én az én utamon keresztül megpróbálok ezen túl segíteni. Igen, ugyanakkor ott az a pillanat, a felismerés, diszlexiás vagyok, meg újságíró is szeretnék lenni, és kívülállóként próbálok most rákérdezni arra, amire te benne élőként válaszolsz nyilvánvalóan, hogy a kettő hogy jön össze, hogyan tudsz újságíró lenni, milyen hátrányokat okozott, milyen nehézségeket okozott, megerősítette téged ez. Tudta egyáltalán? Igen, tudtad magadról, vagy a Diszlexia Központban kaptad meg a diagnózist? Nem, az én példám azért, szerintem azért nagyon-nagyon sokaknak lehet jó példa, és sokaknak adhat erőt, mert 3-4 évvel ezelőtt derült csak ki. Tehát én úgy dolgoztam ebben a szakmában, hogy én nem tudtam, hogy az vagyok, de miután nekem nyelvvizsgára lett volna szükségem, ahhoz, hogy a diplomámat, tehát itt kezdődik a történet, ez már hogy diszlexia, nyelvvizsgát nem tudok letenni, a diplomám bent hever hosszú éveken keresztül, már évtizedeken keresztül szinte egy egyetemen, és nem adják ki. Majd végigcsinálom a diplomamentést is, mint jó gyerek. Ott sem sikerül a nyelvvizsga, én azt felvállalom, hogy nem sikerül. A gyerekemmel együtt mentem nyelvvizsgázni, neki sikerült, nekem nem. Elképesztő. Majd ezt követően azt mondta egy nyelvtanár, hogy lehet, hogy Gabi most már, hogy így elmúltál 40 éves is, neked érdemes lenne elmenned megnézetni ezt a dolgot, mert lehet, hogy diszlexiás vagy, és soha nem is fog sikerülni. Na de mi ebben a hátrány, most válaszolok a kérdésedre, ha te jelentkezel egy szóvivőállásra, egy komoly sajtósállásra, egy komoly szervezethez, egy bármilyen komoly ügyben, téged nem vesznek föl, mert nem tudok fölmutatni nyelvvizsgát, nem tudom fölmutatni a diplomámat, ami egyébként megvan, de ugye nem adták oda, mert a nyelvvizsga probléma. Tehát ez egy iszonyatos körforgás, és aztán munkanélküliként egyszer csak ott találod magad, hogy értesz a szakmádhoz, csinálod a szakmádat, mégsem tudsz elhelyezkedni, mert nincs nyelvvizsgád. Erika, hány Szabó Gabi van Magyarországon? Rengeteg Szabó Gabi van. Hát a verbális tehetségek között kiemelten magas számban vannak diszlexiások. Tehát ez nem egy kibékíthetetlen terület. Első pillantása igen, viszont nem ugyanaz az agyi terület, tehát attól, hogy ő verbálisan kiemelten absztrahál, attól neki még egyéb területen lehetnek. Akkor itt jön Krisztina kérdése újra, nevezetesen, hogy azok, akik rengetegen vannak, rengeteg Szabó Gabi az országban, ők tudják-e? Tudják-e magukról? Nagyrészt nem, tehát sokkal többen vannak valójában, mint amennyit regisztrálunk, vagy mint amennyiről tudunk. Éppen ezért, mert a tehetség, a magasabb intellektus, az eltökéltség, az akarat, és a tenni akarás, az ezt elfedi, az ezt kompenzálja. És látja, milyen szomorú, amit most mondott, magasabb intellektus, eltököltség, tehetség párosul azzal, hogy azt a visszajelzést kapják sokan, gondolom, hogy nem elég intelligensek, nem elég okosak, miért ilyen ügyetlenek? Sőt, kifejezetten az. Tehát nagyon sokan jelennek meg nálunk sírva, hogy szellemi fogyatékról kaptak bizonyítványt, és hogy nem az. Mik azok a, mondjuk úgy, hogy jelek, én megpróbálok nagyon udvariasan foglalkozni. Vagy ismérvek, ami alapján gyanús lehet, hogy jó lenne önöket felkeresni, hiszen, ha jól értem, akkor Gabinál ez volt az a mozgatórugó, hogy egyszer valaki azt mondja, hogy menj oda és nézesd meg. De nagyon sokaknak valószínűleg nem tudják ezt mondani. Mi az az ismérv, ami alapján, köszönöm a segítségedet, ami alapján azt mondja az ember, hogy én most felkeresem önöket. Én kaptam tőled ma mellszobrot. Egy vagy két teljesítmény területen alul teljesítek. Egyébként teljesen jól működöm, van egy-két olyan terület, amiben még
még jobban is az átlagosnál, de van egy vagy két, és ez mindegy, hogy micsoda. Mennyire mindegy? Mondjon azért példát. Hogy a fülemen keresztül jövő információ, tehát rosszul hallok dolgokat, összekeverek szavakat, írtózom a labdától, a különböző koordinációt igénylő mozgásformáktól, sportoktól, tehát bármelyik, igen, nem csak az, hogy a betűket összekeverem, és eszhelyessét írok. Eltévedek állandóan. Az a másik, én nem tévedek el, de nem tudom neked megmondani, hol van Pécs. Az nem ugyanaz. Oda találok csukott szemmel is. Csukott szemmel oda talál, de nem tudja, hogy Magyarország melyik városa, melyik irányban van. Mindig engem kérdez, hogy melyik irányban. Tájékozódni tudok, de a térképet nem ismerem. Rendben van, de ez például... Az egy térképolvasási, igen, nehézség lehet. Diszlexia? Ami... Ez egy nagyon hosszú skála, amíg ez diszlexiává változik. Először csak ilyen a természetem, ilyen vagyok, ezek a gyengeségeim, erősségeim. El fogok menni önökhöz, hogy ne gúnyolodjon rajtam, a kollega 20 év után én nem gúnyolodom rajta, de Pécset azt az egyet jegyezni. A többi nem számít. De számít az is, de Pécs kiemelten számít. Mennyi benne a látencia, mert amiről most beszélünk, az nagy valószínűséggel arról van szó, hogy nem kerül felszínre. Sajnos a korunk teljesítményzavara, hát melyikünknek ne kellene több idő? Melyikünk fejezi be a munkáját aznap, mikor befejezte senki? Tehát mindannyian teljesítménypresszió alatt vagyunk, és ez fölnagyítja ezt a zavart. Tehát nagyon el kell választani. A gyönyörű, szép, új ATV-s bögrénken kívül, amelyik egyébként éppen most debütál, van egy gyönyörű díj is az asztalon. Mit kell róla tudni? Felényi Péter képzőművész munkája, egy gyönyörű. Felényi Pétertől kaptuk. Én megkérdeztem tőlem, hogy majd milyen legyen a díj. Ugye ez az atipikus tehetségek vándordíja, ezt a 14. szóvivő bálon adtuk, illetve jelentettük be, és én a kezembe fogva tartom, és most egy éven keresztül még én vigyázok rá, de szeretném ezt a vándordíjat majd átadni egy olyan atipikus tehetségnek, aki felvállalja én utánam, akár a közéletből, a médiából, a művészet, a művész életből, mert hogy vagyunk sokan egyébként, csak titkoljuk, ugyanúgy, ahogy ezt én is tettem sokáig, akik felvállalják, és az ő pályájukon keresztül, azokon keresztül, a munkákon keresztül, amiket ők már letettek az asztalra, mi segíthetünk abban, hogy menjünk ezen az úton és tovább. És ennek nem csak újságírónak kell lenni természetesen, bármilyen szakmából, bárki jelen. Művészvilág és egyéb művészet. Tehát valamennyire közszereplő. Közélet, közszereplő, ismert mennyire, személy legyen. Mennyire fontos Gabi szerepe ebben? Tehát az önálló, felnőtt, karriert befutott, sikeres nő szerepe, aki nagyon kiáll, és egyszer csak azt mondja, hogy én beismerem, ez van, nem szégyellem tovább, nem tudom, hogy ezt így mondja, mert hogy korábban szégyelte-e, vagy nem tudtál róla. Nézd, akkor, amikor ebben a világban mindenkinek kell beszélni nyelveket, ugye én csak abból tudok kiindulni, ami nálam kiderítette ezt a problémát, akkor azt gondolom, hogy az ember sokáig szégyeli, és utána, amikor rájön arra, hogy ezzel ő inkább segíteni tud, hogy mások is erőt kapjanak, akkor nem szégyeljük. Csak egy honlap címre van időnk, hol jelentkezzen az, aki szeretné megnézetni, megvizsgáltatni, tesztelni magát. Az atipikus tehetségek most már nagyon sok felületről elérhető, atipikus tehetségek a disk.hu oldal weboldalon, és van saját e-mail címünk. Azt hiszem, én is ma először coming out-oltam a térkép problémámmal. Mert bátorságot nyertél. És én meg rá segítettem. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és gratulálunk. Köszönjük szépen, gratulálunk a díjhoz. Köszönjük.